a hulladékvadász mozgalmat még 2016. január 1-jével indultuk útjára, aminek az volt a feltétele, hogy életképes maradjon, hogy bejegyzünk egy alapítványt. És akkor találtuk azt ki, hogy egy olyan fajta környezetvédelmi alapítványra van szükség, ami aktivizálja az embereket a környezetvédelmi jegyében. Ez lett a Jövő Öko Nemzedéke Alapítvány, röviden JÖN Alapítvány. A hulladékvadász.hu-nak az a mottoja, hogy hulladékvadász a legapróbb önkéntes. Tehát mindenkinek kell legyen 5 perc a környezetére, előveszi a telefonját, a hulladékvadász applikációt használva, lefotózza az illegális hulladékra rakást, és elküldi hozzánk. Továbbítjuk az önkormányzathoz, aztán elkezdődik a probléma megoldása. Meg tudjuk vele mozgatni az embereket, nem csak az eltakarítási oldalon, hanem aktivizáljuk most már nagyon nagy számban a bejelentéseket is tulajdonképpen a szerteágazó hálónkkal, ami a közösségi média, hulladékvadász.hu, szemétszedés.hu, nagyon sok Facebook csoportunk van, ami hozzánk tartozik, a háztartásunk hulladék nélkül, komposztolók csoportot vezetjük, és tartozik hozzánk egy Kreatív Hobbik nevű csoport, ami most már több mint 160 ezer fővel gyarapodott az elmúlt időben. A hulladékvadász.hu tevékenysége teljesen országos szintű. A 3 éve alatt a hulladékvadásznak most már körülbelül 3000 bejelentést kaptunk, és ebből 1200-1300 bejelentés az, amiben sikeresen közreműködtünk, hogy ez el legyen tüntetve, el legyen takarítva. Sajnos ezekhez mindig jön még hozzá pluszba. Úgy állunk most, hogy a szemét nem fogy el. Szemléletváltásra van szükség. Alapvetően a Delfindi arra volt kiírva, hogy a digitális eszközöket hogyan lehet a fenntarthatóság eszméjébe összekapcsolni, és alapvetően ez teljesen ránk illett. Nekünk fontos a digitalizáció, tehát az IT szektor, illetve az IT eszközeinek a használata. A Delfindi ez egy újabb elismerés volt a tevékenységünknek, egy újabb lökést adott annak, hogy mi ezt folytassuk. Jelenállás szerint sincs állandó támogatónk, mindent önkéntesen, saját zsebből működtetünk, saját időnk feláldozásával, és ez még egy plusz erőt adott, hogy ezt folytassuk tovább. Az applikációval nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, tulajdonképpen ez egy Androidra lefejlesztett applikáció, a lényege az, hogy ha bárki észlel egy illegális hulladéklerakást, vagy egy gócpontot, akkor szépen oda megy, lefényképezi, és mi ezt egy bejelentés formájában megkapjuk. Jelen pillanatban az applikáció ez csak kifejezetten ennyit tud, és erre való, és a jövőre nézve vannak olyan terveink, hogy ezt az applikációt újraírjuk, bővítjük, és mögé helyezünk egy olyan hulladékgazdálkodási platformot, ami tulajdonképpen az előre menetelünket tovább már fogja tudni finanszírozni is. Terveket készítünk egyelőre, és fejlesztés előtt állunk avval kapcsolatban, hogy a jövőben talán egy saját telephelyet fogunk tudni üzemeltetni, és akkor ezeket a problémákat ki is tudjuk kerülni, hogy be kell, hogy vonjunk más szerveket. Ha saját begyűjtéssel meg tudnánk oldani, és saját válogatással a problémát, akkor sokkal több szemétszedést tudnánk szervezni. A fejlesztéseinkhez hozzá tartozik, hogy létrehoztunk egy digitális fizetőeszközt. Ezzel próbáljuk meg majd ösztökélni és motiválni az aktivistákat arra, hogy minél több bejelentést tegyenek, minél több szemétszedési akcióban vegyenek részt. És a harmadik lehetőség pedig a plugging. Ami arról szól, hogy az embereket rávívjuk arra, hogy a környezettudatosságát ne csak abba érje ki, hogy csak szedi a szemetet, hanem sportoljon is közben. Szemétszedő kocogás, vagy más néven ökofitness, amíg lehet tovább ragozni is. 2018 év elején robbant így be a köztudatba, nem csak Magyarországon, máshol is terjed, és az alapítványunk az, aki úgymond a mellére tűzte ennek a pluginnak a népszerűsítését, és több blogging rendezvényünk is volt az utóbbi időben. A JÖN Alapítvány és a hulladékvadász mottoja a jövőre nézve az, hogy legyen tisztább, élhetőbb és környezettudatosabb Magyarország.